országban minden nap három ember tudnak kellene okos hátkörülhelyeken. Jól van, ezzel a problémával jön 2019-ben találkoztam, és úgy döntöttem, hogy a Magyarországos Mozgalom és a Magyarországos Magyarországért Mozgalom segítségével ezt az ügyet megpróbáljuk megoldani. És egy társadalmi kezdeményezést tettünk, hogy közösen az emberekkel megtaláljuk azokat a minimum ügyeket, ami segíthetnének azon, hogy Magyarországon ez a helyzet megváltozzon. A kutakodásból és a közös gondolkodásból kiderült, hogy Magyarországon a gyarmaságpróbályek karbantartása, meg felújítása, meg egyetlen telepítése az egyetlen nem egyszerű feladat, hiszen elavult törvények azok, amik ezt szabályozzák, az 1984-es vagy 87-es törvények az alapjai ennek. Csak azon kívül, hogy nem egyértelmű, sokszor nem egyértelmű, hogy a közútkezelők vagy az önkormányzatok a felelősek a munkáért, ugye azon fel az a probléma is fönnáll, hogy mi már egészen másik valóságban élünk, mobiltelefonok és online eszközök mondják ránk vezetés, illetve gyalogás közben is az információkat is, tehát nagyon sok az olyan helyzet, mint a figyelmetlenség áll elő, és ebből jönnek a balesetek. Úgyhogy elkezdtünk ezzel a dolgokkal foglalkozni, és összeállítottunk ezzel a minimumot, aminek 5 pontja van, ezeket most felolvasom. Ugye az egyik az, hogy az utcai közvilágítás előírásától 30%-kal nagyobb fényerőkkel, fényerőben meglátott gyalogáthelyeket kellene. Ezen kívül országos gyalogáthelyi újrafestés is kell. Ezen fölül minden lámpás áthelyi hangos jelzés segítő kialakítása, a lámpás gyalogáthelyi adatbázisára új MASZ bazer integrációja, valamint sebességkorlátozás minden oktatási intézményben, bölcsödében 300 méteres magyar körben a gyalogosság kerüljön. Szóval ez az a minimum, és nekem nagyon megelégedésemre szolgált az, hogy ez a bizottság és innen a közlekedési albizottságra utalt, a közlekedési albizottság is pozitívan állt ez az ügyhöz. Nem csak, hogy nem kaszálta